Jó estét kívánok! Ismét egy programokban bővelkedő hétvége elé nézünk. Már is mondom, mire számíthatnak a következő napokban. Ismét várja a Fazola Fesztivál a látogatókat az újmassai Fazola Kohónál, a Massa Múzeumnál és a Vasverőnél szombaton. A fesztivál 12. alkalommal mutatja be a térségben évszázadokon át művelt ipari kultúra értékeit. A Kohónál lesz interaktív éremformázás és öntés, látványcsapolás, tiszteletbeli kohászavatás, valamint a Miskolci Egyetem is bemutatkozik. A fesztiválon a gyerekek sem fognak unatkozni, őket egész nap múzeumpedagógiai programokkal várják. Ismét éjszakai fürdőzésre várják a barlangfürdőbe mindazokat, akik egy kis feltöltődésre vágynak. Ezen az éjszakán a szaunapark is rendelkezésre áll majd. Választhatják a sós radírozást, vagy a mézes illatokat egy kis jeges borzongással kiegészítve. A vendégeket szombaton este 8-tól éjfélig várják. Vissza az iskolapadba címmel rendezik meg az ősz első termelői napját. Hogy az iskola kezdés könnyebben menjen, a Herman Otto Múzeum oktatás történeti kiállítással készül, ahol a látogatók bepillanthatnak a régmúlt oktatásának rejtelmeibe. De lesz zene is, 11 órától részfúvós kvartett szórakoztatja a közönséget. A termelői nap vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődik az Erzsébet téren. Ismét nyílt nap lesz a miskolci állategészségügyi telepen, szombaton 10 és 14 óra között. A programra azokat várják, akik szeretnének megismerkedni a telepen élő állatokkal. Minden kutyát csak úgy adnak oda új gazdájának, ha egészséges és megtörtént az orvosi vizsgálata. Ezúttal is szívesen fogadnak adományként az állatok etetésére, itatására alkalmas edényeket, rongyokat, tápadományokat, valamint pórázokat és nyakörveket. A tűzvarázsbérlet első hangversenyére várják a komoly zenekedvelőit. A bérlet nyitóestjének programja az európai romantika gazdag terméséből nyújt ízelítőt, két közismert és egy kevésbé játszott alkotás erejéig a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában. Szólistaként hegedűn játszik az idén Liszt Ferenc díjjal jutalmazott Olá Vilmos, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertmestere. Az est dirigense Dobszai Péter a 2017 őszi Maestro Solti Nemzetközi Karmester verseny döntőse lesz. A koncert hétfőn este 7 órakor kezdődik a Művészetek Házában. Programajánlóba legközelebb a hétfő esti híradó után várjuk Önöket. Kellemes hétvégét, jó kikapcsolódást kívánok, viszontlátásra! A műsor támogatója, a Tommy Hilfiger forgalmazója, a Rolandi Vatház.